OTDK, az agrárszakma fiatal elitje mutatkozik be Kaposváron. Tárlat, népi használati tárgyakból készült szobrok a kormányhivatal galériájában. Tulipánszüret, félmillió színpompás virág várja az érdeklődőket Kőröshegyen. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Ismét az agrárszakma érdeklődésének középpontjába kerül Kaposvár, hiszen két évtized után visszatért az Országos Tudományos Diákköri Konferencia agrártudományi szekciója a Somogyi Vármegye székhelyre. A jövő agrárszakmai elitjét fogadó rendezvényre 23 magyar felsőoktatási intézményből 284 pályamunkát neveztek, amelyeket 29 szakmai tagozatban mutatnak be a hallgatók ezekben a napokban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia agrártudományi szekcióját szervezzük most meg. Ez egy rendkívül fontos esemény az egyetem életében, hiszen az integrált Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem történetében ez az első alkalom, hogy Országos Tudományos Diákköri Konferenciát tartunk, és mivel a diákköri mozgalom az Magyarországon a tehetséggondozásnak a legfontosabb terepe, ami a nemzetközi megmérettetés, az elitképzés, a legfontosabb tudás magas szintű átadásának a lehetősége és terepe, ezért egy nagyon fontos megmérettetés a diákság számára, országos rendezvény, hiszen 23 egyetemről jönnek azok a fiatal szakemberek, akik az agrártudomány, az élelmiszertudomány valamely területét kimagasló szinten művelik már fiatalon is, és egy olyan csúcstechnológiai ágazatról van szó, hol a tudás, az információ, a magas szintű tudás határozza meg azt, hogy az elkövetkezendő években hogyan tudunk profitálni mi magunk is abban a nemzetközi kiélezett versenyben, ami a mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban, az élelmiszer előállításért folyik világszerte. És ehhez ezek a fiatalok meghatározóak lesznek, az utánpótlás szempontjából meghatározóak lesznek, hiszen belőlük kerülnek ki a jövő tudósai, kutatói, ezért ez egy olyan seregszemle mindig, ami egy egyetemet is beáraz, és egy egyetem számára is óriási értéket jelent. Talán a legnépszerűbbek azok a témakörök, amelyek az ágazatnak, az agráriumnak, az élelmiszertudománynak a korszerű megjelenítését szolgálják, a legújabb technológiák megjelenítését, a digitális megoldásokat, a precíziós technológiákat, hiszen a jövő is ez, versenyképesség, fenntarthatóság, módszerek nélkül nincsen, és a mai 10-20 évesek számára ez már olyan természetes világ, amit szeretnének beilleszteni, integrálni a hagyományokat, agrárismeretbe is, és ez az, amit a kutatásban is szívesen alkalmaznak, használnak már fiatalon is. Ez a második OTDK-m. Először 2021-ben vettem részt ezen az országos eseményen. A szekciómban első helyezést értem el, illetve a Prosciencia Aranyérmesek Társaságának kitűzőjét is megkaptam, illetve ugyanebben az évben Prosciencia Aranyérmet is kaptam kutatási és közéleti tevékenységeimnek az elismeréseként. Azóta PhD hallgatóként dolgozom, és ebben az évben elnyertem a Roska Tamás tudományos előadás díját. A két évvel ezelőtti OTDK-n paradicsomsürítmények hamisításának kimutatására alkalmas módszerek fejlesztésével foglalkoztam. Ezt a kutatást, ezt az irányt folytattam PhD kutatásaim során is. Most gyümölcs érettség, fiziológiai állapotváltozás és gyümölcstermékek hamisításának korai kimutatásával foglalkozom, roncsolásmentes módszerek alkalmazásával. Stratégiai együttműködési megállapotást kötött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Somogy Vármegyei Kaposi Móroktatókórház. Nem előzmény nélküli a két szervezet közötti megállapodás, hangsúlyozta dr. Jurica Csaba, a MATE Kaposvári Kampuszának rektora, az ünnepélyes aláíráson csütörtökön Kaposváron. A jog előtt Kaposvári Egyetem és a Kaposi Móroktató Kórház már 2011-ben is kötött megállapodást, azóta azonban sok minden megváltozott. Ezért is volt szükség az együttműködés megújítására, aktualizálására, elsősorban az oktatási, kutatási, innovációs területeken. Incefi István, a kórház április 1-jével kinevezett főigazgatója elmondta, rendkívül fontosnak tartja a stratégiai együttműködést. Mint tudjuk, a szakma úgy önmagában nem tud létezni. Leül.
kutatás, oktatás, tudományos munka lehetősége nélkül nem tudunk olyan szintű ellátást biztosítani a betegeinknek, és nem csak Kaposváron, hanem az egész megyében, ami elfogadható, és egyáltalán valami vonzerőt jelent a fiatal munkaerőnek. Kaposvári kórházban és a megye összes intézményében neves szakemberek dolgoznak. Ők igénylik ezt. Írtókapákból készíti alkotásait a Várdán élő Tóth György. Mint meséltem, ma már szinte csak bolhapiacokról tudja beszerezni az alapanyagokat munkáihoz, amelyek kezei által emberalakot öltenek. A népi használati tárgyakból, szerszámokból, összeillesztett alkotásokból a Somogy vármegyei kormányhivatalban nyílt tárlat. Volt egy kapa, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha lenne két lövésnyom a kapán, és ez mit jelentene számomra. Az utolsó levél címmel egy hős katona alakja is megjelenik Tóth György kiállításán. A tárgyalkotó különleges alapanyagot, írtókapát használ fel munkáihoz. Kezdetben, amikor elkezdtem ezeket a használati tárgyakból készült alkotásokat csinálni, akkor még nem is jött nekem az írtókapa, de hogyha megfigyeljük, akkor szerintem van egy ilyen, mint hogy egy ember alak lenne a kapa, és akkor így jött az ötlet, hogy ezt különbözőképpen variálva hogyan lehet történeteket elmesélni. Az írtókapát más népi használati tárgyakkal, szerszámokkal ötvözi munkáiban. Anyag szempontjából ugye látható, majdnem mindegyik posztamensen vannak. A posztamensek ugye bontott gerendák, illetve mozsarak. A mozsár meg van fordítva, és arra van tulajdonképpen felhelyezve a kapa. És a kapára helyezek én még valamit, mondjuk teszek rá 2 órát, és akkor lesz a pásztoróra, vagy teszek rá egy másik kapát, és abban lesz mondjuk a sziklásmadonna, vagy egy ólónak a szárát, és abból lesz a bajusz király. Tehát különböző régi használati tárgyakat használok fel. Korábban gyűjtötte a régi írtókapákat, vagy ajándékba kapta őket. Ma már nem jut könnyen hozzájuk Tóth György. Eleinte gyűjtöttem a faluba, vagy környező falvakba, de tulajdonképpen írtókapából majdnem, hogy minden háztartásban egy van, mert ugye szükség van egy írtókapára, egy erős kapára, ami az erősebb növényzet kibontására alkalmas. Nem szívesen adják oda. Így most már tulajdonképpen a bolhapiacról tudom csak beszerezni ezeket a régi kapákat. Tóth György Variációk írtókapára című tárlata április 27-ig tekinthető meg a Somogy vármegyei kormányhivatal galériában. A húsvét közelettével egyre magasabbak a foglalások a balatoni szállodákban. A legtöbben 3 éjszakára foglalnak szállást valamelyik hotelben, és nagypénteken meg is érkeznek. A balatoni szolgáltatók is felkészültek a pihenni vágyók érkezésére, hiszen sok helyütt a szállodában is húsvéti ételekkel, a gyerekeknek animációs programokkal készülnek a 4 napos ünnepre. Ezen felül a települések szinte mindegyikében lesz valamilyen húsvéti program, amik közül válogathatnak a tó partjára érkezők. A turisztikai szakemberek azt mondják, jellemzően az emberek a családjukkal érkeznek a húsvéti pihenésre. Azt látjuk, hogy az ünnepi foglaltságok azok úgy nőnek, hogy azokon a napokon, ami jellemzően családi nap volt, és az emberek esetleg otthon töltötték, és nem voltak a szállodák foglalva, azok most elkezdtek magas foglaltsággal működni. Ez azt jelenti, hogy azt látjuk, hogy egyre kevésbé az a fontos, hogy otthon süssenek, főzzenek, hanem inkább az, hogy a család együtt legyen, és egy kellemes hétvégével, kellemes idővel, minőségidőt töltsenek el egymással. Húsvétkor változik a MÁV Volán csoporthoz tartozó közlekedési társaságok közlekedési rendje. A MÁV start járatai április 6-án a tavaszi szünet első napján, a pénteki, 7-én a szombati, 8-án és 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Jelentősen megnövekedhet az utasforgalom, ezért érdemes elővételben megvásárolni a menet és helyjegyeket a sorbanállások elkerülése érdekében. Vasúti jegyváltáskor az utasok 5%-os kedvezménnyel élhetnek az automatákat használva, és 10%-os kedvezményt vehetnek igénybe az online jegyvásárláskor az Elvirát vagy a MÁV applikációt használva.
Nagypéntektől nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Kőrös-hegyi levendulás, ahol több mint 500 000 tulipánt csodálhatnak meg az odalátogatók. A tulipán szüret várhatóan 2-3 hétig tart majd időjárástól függően, addig a hét minden napján szedhető és csodálható a színpompás ültetvény. A nagy közönség péntektől ragadhat ollót és kosarat, hogy vázába valót szedjen otthonra. Több mint 50 fajta tulipánhagymát ültettek el még ősszel a területen, hogy tavaszra sokan gyönyörködhessenek a látványban. Az ültetéskor már eleve megtervezték a látványt, amelynek fontos elemei voltak. A szín, tehát nagyon sok színű legyen, rózsaszín, fekete ugye az inkább a sötét lila fele mozog, ugye mert fekete szín azért nincsen a természetben, de nagyon igyekeznek Hollandiából, hogy minden hasonlítson rá. És a másik nagyon fontos, hogy korai és késői legyen. Nem mindegyik egyszerre nyíljon, mert ugye egyszerre minden vendéget nem tudunk itt fogadni. Úgyhogy gyakorlatilag itt 2-3 hétig van a tulipán virágzás nálunk, ami most jelenleg húsvétkor kezdődik. A szervezők azokra is gondoltak, akik nem akarnak virágot szedni, hanem a helyszínen csak gyönyörködni szeretnének a látványban. A 500 000 tulipánból 150 000-et nem engednek leszedni. A fotópontok idén is ugye minden évben készülünk új fotóponttal, most is egy óriás fatulipán lett itt a területen, a fotós terület előtt. Ugye ez nagyon fontos az, hogy ezek a fotópontoknál nálunk 150 000 tulipánhagyma van, ami gyakorlatilag nem leszedhető. Tehát amíg az virágzik és pompázik, addig azt nem engedjük leszedni, hogy direkt azért, hogy az ide látogató vendégek, az ne csak azt az élményt éljék át, hogy leszedhetik a virágot, és hazavihetik, hanem tényleg, hogy itt fotózkodhatnak, és megcsodálhassák a kertet akkor is, tehát úgy is, hogy tele van virággal azok a sorok. Aki nem szeretne a pénztárnál sorban állni, már online is megválthatja belépőjegyét a gazdaság területére. A tulipán szüret a tervek szerint április 23-áig tart majd, ezt azonban az időjárás és a növények virágzása befolyásolhatja. Szabadtéri tüzek adtak munkát hétfőn a siófoki tűzoltóknak, az enyingi Halastónál lángolt a növényzet. A siófoki hivatásos tűzoltók kiérkezésekor azonban mintegy 5-6 hektár már leégett. A tűzoltók kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel folytották el a lángokat. Az eset során a tó körül is tégek nem károsodtak. 2 órával később Siófok Május 1 utcája végén zöld hulladék kapott lángra, a gyümölcsös mellett 15 méter szélességben és körülbelül 200 méter hosszan felhalmozott faágok tüzét több vízsugárral oltották a város hivatásos tűzoltói. Az egységek munkáját egy munkagép is segítette, amely szétterítette az 500 köbméternyi nyesedéket. A tűzoltók dolgát nagyban nehezítette az erős szél. Mintegy 3 órás küzdelemmel sikerült teljesen eloltani az izzó, parázsló részeket. OTDK, az agrárszakma fiatal elitje mutatkozik be Kaposváron. Tárlat, népi használati tárgyakból készült szobrok a kormányhivatal galériájában. Tulipánszüret, 500 000 színpompás virág várja az érdeklődőket Kőrös-hegyen. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk holnap is! További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További szép estét, viszontlátásra!